A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm a köztér valamennyi nézőjét, és sok szeretettel köszöntöm stúdiónk vendégét, Cserpalkovics Andrást, Székesfehérvár polgármesterét. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm szépen a meghívást, a lehetőséget, a kérdéseket így előre is, és köszöntöm természetesen a TV kedves nézőit. Mielőtt még a fehérváriak kérdéseit megnéznénk, egy nagyon fontos mai hír, hiszen a mai nap jelent meg az országos sajtóban, a helyi sajtóban is nyilván, hogy a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház igazgatója Bucsi főorvos úr távozni fog. Ezt ön is véleményezte a közösségi oldalán, de mi az, amit ezzel kapcsolatban tudhatunk? Igen, nagyon óvatosan véleményeztem, hiszen itt egy állami fenntartású intézményről van szó, tehát nem az önkormányzat dönthette azt el, hogy ki vezeti ezt az intézményt és meddig vezeti, de ettől még sajnálom, hogyha bővebben szeretném megfogalmazni, akkor nagyon sajnálom azt, hogy Bucsi főigazgató úr, főorvos úr csak december 31-éig irányíthatja, vezetheti a Szent György Kórházat. Ugye az állam hozott most egy olyan szabályt, és ezt a belügyminisztérium pár nappal ezelőtt be is jelentette, hogy kórház és egészségügyi intézmény élén 65 év fölötti ember nem lehet, és akik ezt az életkort betöltik, azoknak át kell adni a stafétát. Főorvos úrra ez az új szabály, teszem megint hozzá, sajnos vonatkozik, úgyhogy ez a váltás meg fog történni. Én úgy éreztem, hogy úgy illő, hogy a közösségű nevébe köszönetet mondjak neki azért az áldozatos szakmai munkáért, amit ő főigazgatóként végzett. Egy nagyon nehéz időszakban vette át a Szent György Kórházat, ugye akkor sem volt éppen egyszerű a humánpolitikai része a kórház vezetésének, fogalmazunk ilyen nagyon diplomatikusan. A Covid és idején. Közben ott volt maga a Covid, maga a pandémia, annak minden óriási kihívása, ami óriási nyomást helyezett a kórházakra, így a Szent György Kórházra is, és szerintem főigazgató úr precízen, pontosan, magas szakmai alázattal végezte ezt a munkáját. Egy nagyon jó együttműködésben dolgozott a kórház és az önkormányzat. Ebben az időszakban ugye a Modellvárosok program keretében a kormány támogatásából el tudtuk indítani az új belgyógyászati több építését, számos más eszközbeszerzésre került sor, humánpolitikai előrelépéseket lehetett elérni. Ugye Németországból érkeztek haza például orvosok, többek között szerintem éppen főigazgató úr invitálására. Úgyhogy én magam még egyszer sajnálom, de így alakult, akkor a város fejezze ki, úgy illik a köszönetét. Más módon is meg fogjuk ezt tenni, de az még majd a jövő zenéje. Mindenesetre én majd levelet is írtam neki, amivel megköszöntem a közös munkát, és hát természetesen a Facebookon pedig kifejeztem azt a szándékot, hogy bárki is legyen majd az új állam által kiírt pályázat nyertese, és így a Szent György Kórház főigazgatója. Szeretnénk legalább ilyen jó szakmai és emberi együttműködésben együtt dolgozni, együtt gondolkodni, mert ugyan a kórház nem önkormányzati intézmény, de nem hiszem, hogy bármely néző vitatná azt, hogy Fehérvár, sőt az agglomeráció számára is az egyik kiemelten fontos stratégiai partner, még hogyha állami fenntartásban is van. És hogyha már a kórháznál tartunk, akkor visszatekintenék a legutóbbi közgyűlésre, hiszen ott is hoztak meg egy nagyon fontos döntést, ami ugye Fehérvár, illetve a térség számára is egy nagy változást fog majd eredményezni 2024. február 1-től, ugye az ügyeleti rendszer a kórházon belül az OMS koordinálásával valósul majd meg. Igen, az ügyeleti rendszert eddig kistérségi alapon az önkormányzatok szervezték meg, ez jövő év elejétől, várhatóan február elejétől már állami feladatként, állami szervezésben a mentőszolgálat és a kórház együttműködésével valósul meg. Az ügyelet 4 órakor fog kezdődni, este 10 óráig a házi orvosok fogják ellátni, ezzel párhuzamosan pedig a mentőszolgálat fogja átvenni ezt a feladatot, és a kórház sürgősségi, illetve gyermekorvosi részlegén kerülnek kialakításra azok az úgynevezett triás
pontok, ahova belépve szakemberek nyilván a tünetek alapján az adott ellátásra szoruló állapotát megvizsgálva döntik el, hogy sürgősségi betegellátásra van szüksége az adott illetőnek, vagy pedig ügyeleti ellátásra, és ott fogják segíteni, koordinálni, hogy akkor hova kell mennie a következő vizsgálatokra. Először január elején lett volna ez az átalakulás, hogy sok megyében már megtörtént, van, ahol majd még ezután fog. Fejér megye ez január elejére volt kiírva. Én magam kértem államtitkár úrtól, hogy ne az év elejétől induljon, hanem csak a második hónaptól. Szerintem egy ekkora átalakulás nem jó, ha január első napjaiban áll át. Eleve mindenki ilyenkor már a karácsonnyal foglalkozik, adventtel, új évvel, nem figyel feltétlenül oda. Ettől még bármi történhet január 1-én vagy 2-án is, és akkor hirtelen nem tudja, hogy mit hol kell csinálni. Várhatóan így február eleje, azt szerintem egy jobb rákészülési lehetőséget ad. Januárban minden felületen, és itt kérnem nyilván a médiacentrum segítségét is, fogjuk propagálni, hogy hova lehet és kell majd menni. Még egyszer, ezt már nem az önkormányzat fogja szervezni, de szerintem egyértelmű, hogy a városnak is van feladata abban, hogy eljusson az információ az emberekhez, illetve hogy a hely kialakításában segítsük a kórházat, a mentőszolgálatot, tehát az orvosok háza a mentőszolgálat rendelkezésére fog állni, kórházon belül pedig egy új terület kerül kialakításra, új rendelő blokkal, amiben pedig 15 millió forintos támogatást kért tőlünk a kórház, illetve a mentőszolgálat. Erről is döntött a város közgyűlése. Éppen a mai nap aláírtam az erről szóló megállapodást, pár nap múlva átutaljuk a kórháznak ezt az összeget. Úgyhogy ez sem lesz reményeink szerint akadálya annak, hogy januárban ezeket a munkákat a kórház elvégezze, és ott február elején pedig elinduljon az új ügyeleti rendszer. Ahol az országba bevezetésre került, ott az a tapasztalat, hogy jól működik, tehát jelent előrelépést, úgyhogy bízom benne, hogy itt is így fog történni. Ebben külön kérem a házi orvosainkat, hogy vegyenek részt az ügyeleti rendszerbe, ugye nekik a 4 és 10 óra közötti időszakban lesz ebben a vonatkozásban feladatuk. Úgyhogy azt kértem tőlük, pár nappal ezelőtt találkoztam sok házi orvossal, hogy ebben működjenek közre. Remélem, hogy eznek nem lesz semmilyen akadálya, és akkor valóban ez az átalakulás, ez egy gördülékeny, pontos munka lesz. Bízom benne, hogy így fog történni Fejváron. Szerintem mindenkinek ez az érdeke. Talán azt említsük meg, hogy a 4-től már elindul az ügyeleti rendszer, de ez nem azt jelenti, hogy az alapellátásban a házi orvosoknál 4 órakor befejeződne a rendelés. Tehát a rendelési idő az marad továbbra úgy. Is marad 6 óráig, ahol éppen aznap 6 óráig van rendelés, tehát ezt nem befolyásolja, csak azzal párhuzamosan már az ügyeleti rendszer is elindul. És ugye az is fontos dolog, hogy ez talán egy kicsit tehermentesíti a sürgősségi részét kifejezetten a kórháznak. Hiszen látjuk, hogy a sürgősségének akkora beteg forgalma, még hogyha ez egy nagyon nagy kórház is, a vidék legnagyobb kórháza, akkor se feltétlenül indokolt. Úgyhogy talán ezzel a fajta betegút szervezéssel egy kicsit a sürgősségét is lehet majd tehermentesíteni. Fontos lenne persze, ebben mi óvatosan fogalmazunk meg véleményt, mert a kórház, a szakrendelő nem önkormányzati intézmény, de fontos lenne, hogy a szakrendeléseknél a várólisták rövidüljenek. Mert részben szerintem ez is okozza a sürgősségének a nagyobb beteg számát, de még egyszer ezt a kórház szervezi, nyilván ez majd már az új vezetésnek lesz a feladata, hogy ebben lehessen előre lépni, mert ez tehermentesíteni tudja magát a sürgősségét, bizonyos szempontból lehet, hogy még az ügyeletet is. Innen fogjuk folytatni, meg a közgyűlési döntésekre visszatérünk még, de azt javaslom, hogy nézzük meg az első összeállítást. Novák Rita kolléganőm kérdezte meg a fehérváriakat arról, hogy mit kérdeznének a város polgármesterétől. Hát én általában elégedett vagyok, szeretem Fehérvárt, és a körülmények is elég jók. Bár ahol én pont lakom, ott nem lenne rossz az Érsekújvári utcában az Öreghegyen egy útfelújítás, mert elég rosszak az állapotok, de egyébként én meg vagyok elégedve a jelenlegi önkormányzattal és a polgármester úr munkájával. Hát tulajdonképpen esetleg a közvilágítás lehetne több esténként, de csak ennyi. Móri vagyok, és végül is Fejérváron nincs semmi problémám. Morral kapcsolatban az a problémám, hogy minden betegség miatt Fejérvárra kell bejárni. Holott Morron is van kórház, és rendelőintézet is van, de van olyan rendelés, ami hetente egyszer van csak Morron. És ez a
fájó pontunk az, hogy gyakran be kell járni időseknek, főleg Fehérvárra. És a probléma a utazás. Mégis Búrral kapcsolatban van probléma, Fehérvárral kapcsolatban nincsen. És mégis szép a város, vagy történelmi helyiség, úgyhogy semmi probléma nincsen. Hát most így hirtelen semmi nem jut eszembe, mert mindenről olyan szépen tájékoztat, komolyan mondom, felvegyek a Facebookra, és mindent tudok, mert polgármester úr megírja. Úgyhogy hát nem talán az, hogy a 81-es út mikor lesz kiszélesítve. Nos, hát kaptunk kedves véleményeket, hozzászólásokat, és hát azért fontos területeket is érintő kérdések szóba kerültek, polgármester úr. Igen, az útfelújítás az egy mindig kiemelt kérdés, és ez abszolút érthető, hiszen valamilyen módon mindenki közlekedik, és nyilván nem mindegy, hogy milyen járda, milyen úttest minősége az, amit tud az adott útszakaszokon használni. Ugye az Öreghegyi utak esetében is folynak felújítási munkák, kezdődnek is most újabb, gondolok például a Krasznai utcának a felújítására, és előkészítés előtt van a nagyszombati, a pozsonyi, a nyitrai, kassai utaknak a felújítása. Nyilván pénzügyi forrás és ütemezés kérdése az, hogy mikor tudnak ezek megvalósulni. Ugye most az elmúlt órákban, talán így is fogalmazhatnánk, kapunk jó hírt arról, hogy megérkeznek az Európai Uniós források, és megérkeznek a Fehérvárat illető Európai Uniós források, és ebben van útfejlesztési program is, mondjuk a Bakony utca kikötésére, vagy lehet, hogy például ide sorolhatjuk az Úrhidai útnak a felújítását, Móri út felújításának folytatását, és ez azért nagyon fontos, mert ha azok a források megérkeznek az Európai Uniótól, akkor a saját források, vagy kormányzati források például az Öreghegyi utakra is költhetők. Én legalább ennyire fontosnak tartom, hogy a járdákat föl tudjuk újítani, azért szerintem most ősszel is látszott, hogy nagyon sok városrészben zajlott járdafelújítás, a belső városrészektől kezdve egészen Maroshegyig, Fekete-hegy, Szárazrétig, Öreghegyig, ezt a programot is szeretnénk folytatni. Fontos szempont volt az, amit a Móriról lakó úr mondott, hogy ugye ez egy agglomerációs központ is, tehát vannak olyan szolgáltatások, amiket Fehérváron lehet igénybe venni, és ezért be kell utazni. És ezért nagyon fontos az is, hogyha már be kell utazni, akkor ezt milyen módon lehet megtenni. És ebben szerintem a helyi és a helyközi járatok jobb összehangolásával lehetne a segítséget nyújtani. Tudom, hogy ez nem olyan, mint hogyha a Móri kórházban minden olyan ellátás elérhető lenne, ami Fehérváron elérhető. Ennek nyilván a szervezésében egy önkormányzat, beleértve a Móri önkormányzatot is nem tud beleszólni, hiszen az egészségügy alapvetően állami feladat. De ha az állammal közösen legalább a közlekedésben tudunk eredményeket elérni, és szerintem ebben az országbérlet, a vármegyebérlet például jó első akciója volt a kormányzatnak, ezt lenne érdemes folytatni, akkor talán egy kicsit könnyebbé tehetnénk ezeknek a szolgáltatásoknak a Fehérváron történő elérését. És ezzel párhuzamosan pedig nagyon fontos, hogy az államnak az a törekvés, hogy a járási központokban minél több szolgáltatás elérhető legyen, mondjuk a közigazgatásban is. Például azért ne kelljen bejönni egy fehérvári mondjuk kormányablakba, hanem mondjuk Móron, vagy Polgárdiba, vagy Sárbogárdon az adott szolgáltatást el lehessen érni. Szerintem ezzel is lehet az emberek mindennapjait segíteni, de egyébként az online ügyintézésnek a folyamatos bővítésével is tudunk ilyenben segítséget nyújtani. És hát akkor itt a 81-esről beszéljünk is, hiszen aki az ő online felületen tájékozódik. Aki felmegy a Facebookra, az is számára is azt hiszem nagyon érdekes a 81-es út. Először is nagyon szépen köszönöm a hölgynek azt, hogy tájékozódik, és ezt kérem mindenkitől. Tényleg próbálunk minden információt megosztani a felületeken. Ezek az információk pontosak, adatokkal alátámasztottak, és világos képet adnak a város működéséről, fejlődéséről, és zárójel problémáiról is. Tehát nem csak a szépről, jóról beszélünk, hanem tájékoztatást adunk a nehézségekről, kihívásokról, a kritikákról is. És amikor tudunk, akkor kommentekre is válaszolunk, üzenetekre is válaszolunk. Ugye a kedves hölgy, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt megteszi a mindennapokba, és aztán kérdezett a 81-es útra vonatkozóan. Nem maga a 81-es út fog kiszélesítésre kerülni, hanem épülni fog egy új nyomvonal, az M81-es, vagy új nevén M200-as, vagy úgy számozásán M200-as gyorsforgalmi út, gyakorlatilag stráda, ami össze fogja kötni az M7-est az M1-essel. Ezt az állam koncesszióba adta ennek az útnak a megépítését. A különböző alaptervek elkészültek, koncepciótervet jóhá hagyták,
nyomvonalterv elkészült, a környezetvédelmi engedély rendelkezésre áll, tehát már a tervezők dolgoznak konkrét terv elkészítésén. Bízom benne, hogy a 20-as évek második felében ez az útépítés meg fog tudni kezdődni, és abban is bízom, hogy az M7-es felől is el fog ez indulni, és nyilván akkor az első szakasz az valószínűleg pont az M7-es és a Móri közötti szakasz lesz, ami biztos, hogy nagyon sokaknak jelent majd komoly előrelépést, sokkal biztonságosabb, sokkal gyorsabb elérés pontot jelent. És hát valljuk be, hogy ez már csak azért is indokolt, mert egyrészt nem kéne mindenért mindenkinek Budapesten keresztül utaznia. De legalább azért is indokolt, hiszen Győr és Székesfehérvár ennek a magyar gazdaságnak két központi ipari centruma, és ez a 81-es egyszerűen alkalmatlan, már 30 éve alkalmatlan volt arra, hogy az akkori forgalmat lebonyolítsa, hát még a mostanit, úgyhogy nagyon fontos, hogy ez az útkapcsolat megépüljön, és ennek az is a jelentősége, hogy ez igazán teljessé teszi bizonyos szempontból a fehérvári körgyűrűt, és ezáltal az újcsóri körforgalom is, és az Osan körforgalom is jelentős mértékben tehermentesítve lesz, hiszen nagyon sok olyan autó hagy be ezekbe a körforgalmakba, aminek semmi célja nincs Fehérváron, csak nem tud másfele közlekedni. Ez hátul fog elmenni a város mellett, és ez tehermentesíteni fogja a Fekete-hegy szárazrét, vagy éppen a Maroshegy alsóváros közlekedését is. Szerintem ez is nagyon-nagyon fontos. Köszönöm szépen a választ, és ugye a legutóbbi közgyűlés után is pont erről beszélgettünk, hogy akár az uniós források arra is adnak lehetőséget, hogy aztán átcsoportosításra is kerülhessenek a fennmaradó, ezáltal fennmaradó pénzösszegek. Igen, talán akkor nevesítettük is, hogy a lezáruló európai uniós forrásokból vannak olyan lehetőségeink, amiben miután pár száz millió forint maradt, amiben el fogunk tudni várhatóan számolni régi városi forrásból megvalósuló fejlesztést, egyébként nevesíteni is tudom, nincs ebben titok a fiskális út fejlesztését, és ahány 100 millió forinttal ezt meg tudjuk tenni, annyit tudunk átcsoportosítani mondjuk az öreghegyi utaknak a felújítására, és ezáltal az öreghegyi útfejlesztési programot is folytatni tudjuk. Tehát így függ össze a források, kicsit olyan, mint a puzzle, hogy innen is, onnan is, amonnan is, az embereket szerintem meg nem ez az érdekli, azt mondják, hogy ez a polgármester dolga, az érdekli, hogy minden több fejlesztés meg tudjon valósulni. Bízom benne, hogy ezek a források valóban megérkeznek, és én annyit azért mindenképpen hozzátennék, hogy Székesfehérvár az elmúlt két teljes uniós költségvetési ciklusban pontosan számolt el azokkal az összegekkel, amit kaptunk, semmilyen jogi probléma nem merült föl, kétely nem merült föl a felhasználásnak, akár jogi, pénzügyi, szakmai minősége, szabályossága tekintetében. Tehát mondjuk ki, hogy Székesfehérvár megérdemli ezeket a forrásokat, és ezek nem könyör adományok, hiszen mi ezzel párhuzamosan pedig megnyitottuk a helyi gazdaságot, a helyi szolgáltatásokat. Most is fog például olyan bútorüzletlánc érkezni a világból, amelyik egy nyitott piacot fog találni. Ha tehát ott az egyik oldalon adunk, akkor a másik oldalon szerintem jár az, ami ezért cserébe jár az Európai Uniótól, ez pedig ezeket a fejlesztési forrásokat tartalmazza. És egy pillanatra térjünk vissza a tájékoztatásra, hogy mi azt is el szoktuk mondani, hogy mi az, ami Európai Uniós forrásból valósul meg, mi az, amit a magyar kormányzattól kapunk nemzeti költségvetésből, és mi az, amit a város tud a saját erőnkből, az itt dolgozó emberek és munkálkodó vállalkozások által befizetett adóforintokból megvalósítani. Nekünk mindegyik forrás szükséges a város működtetéséhez és új beruházások megvalósításához is. Köszönöm szépen. Újabb összeállítás következik a Novák Rita kolléganőnek köszönhetően. Hát én nagyon-nagyon kértük már a polgármester urat, ugyanis mit csináljuk itt az ajándékboltot a Kossuth utcában, hogy esetleg kicsivel több világítást tehetnénk oda, vagy tehetnének oda, ugyanis nagyon-nagyon sötét továbbra is idén is a Kossuth utca, de ezen kívül úgy gondolom, hogy nagyon szép lett idén is a karácsonyi vásár, és nagyon sokan jönnek be hozzánk is, úgyhogy semmi más nem hoznék fel. Igazából mostanában nagyon sokszor a Facebookon bejelentkezik, és akkor írja, hogy mik történnek, hogy történnek, és ez tök jó, úgyhogy a kérdéseinkre választ kapunk így mindig. Talán több közterület felügyelő a pláza környékén, a buszpályaudvar környékén, a vasút környékén, illetve a Palotavárosban is elég sokszor tapasztalom ezt a, tudom, a kéregetés is, megélhetési kéregetés, de én úgy gondolom, hogy amíg utánunk kiabálnak, hogy hát nem szép szavakat, mert nem tudunk éppen adni 200 forintot, az azért nem
nem túl jó jelenleg a városban. Tényleg talán több közterületfelügyelő, aki tudna segíteni ezen a problémán. Hát az úthálózat az biztos, főleg ezek a kövek, mert akkor átesnek itt az emberek, gyűlöljük, főleg mikor a vasút megy, meg a világítás néha itt a Megyeház utcán nincs, tehát nekem más olyan nincs. Azt hiszem, a világítás egy közvilágítás, ugye már az előző kérdéskörben is fölmerült, és itt is. Most lecseréltünk több mint 11 ezer lámpatestet a városban, ezek már korszerű LED izzók. Az egyik oldalon nagyon energiatakarékosak, hiszen egy 60-65%-os költségmegtakarítást fogunk elérni a közvilágításon, úgy, hogy közben a fényereje ezeknek erősebb és nagyobb, és kisebb a fényszennyezése. Tehát környezetvédelmi szempontból duplán fontos, kevesebb energiát használ, és egyébként nem szennyezi fény vonatkozásában sem annyira a környezetünket. Ami problémát szokott okozni, az két dolog. Vagy hálózati hiba miatt valahol a közvilágítás nem megy. Kérjük, hogy ezt jelentsék be. Ugye most már van a városnak applikációja, be lehet jelenteni a városgondnokságnál, meg fogják nézni. Ugye a hálózat nem az önkormányzaté, hanem az EON tartja fönn, de korrekt viszonyban vagyunk az EON-nal, tehát mi is rögtön tudjuk nekik jelezni a problémát. Ilyet van egy másik speciális probléma sok helyen, mégpedig az, hogy a lombozat az alá nőtt a közvilágításnak. Tehát magyarul a fák lombozata az szépen, ahogy az idő múlt és nőtt, az benőtt, és fölötte van a közvilágítás az adott lámpatest. Értelemszerűen ez okozhat sötétséget, például Ady Endre utca, hogy mondjak egy konkrét példát. De itt az viszont fölmerül, bizony, ahogy mondasztok, valamelyik újjunkba be kell harapni, mert hogyha ugye csonkoljuk a fákat, akkor nagyon sokszor ilyenkor joggal azt kérdezik, hogy miért kell szegény fákat bántani. De ha meg nem nyúlunk a fák lombozatához, akkor a közvilágítás akkor nem lehet aláhozni. Lesz. Akkor egy kicsit sötétebb lesz, úgyhogy bizony valamelyik megoldást választanunk kell. Ugye a hölgy beszélt a kis kockakörről, ugye nagyon kevés kockakör maradt, gyakorlatilag a főtéren maradt. Ugye ott egy új fugát kapott pár évvel ezelőtt. Azóta nekem az jött, hogy azon már lehet sétálni. Ugye nehezen tudom megítélni, mert azért ez nem a férfiaknak igazán nehéz, hanem a hölgyeknek a magas sarkuba, úgyhogy meg fogjuk nézni. Én már hozzám mostanában nem érkezett ez a probléma, kivéve a koronázó térről, tehát a nemzeti emlékhely mellett, ott teljesen tönkrement a zömében mészkő burkolat. Ott már tervezés alatt van egyébként egy új burkolatnak a kialakítása, és most látom, hogy ezen a télen végképp tönkre fog menni, úgyhogy ott a kritika teljesen jogos, ott mindenképpen muszáj lesz ezen javítani. A Kossuth utca tekintetében, ugye most vittünk kicsit fényt abba az irányba is, de jövőre akkor ezek szerint még mindig van bővítésre igény. Én is láttam, hogy ott a Mújkó környékén ez lehet, illetve szeretnénk visszahozni ugye a Vasvári Pál utcába azt a kis hangulatos, sikátoros átkelési szakaszt, amit tavaly meg tudtunk tenni, vagy tavaly előtt, úgyhogy van mindig lehetőség bővítése. Ugye idén az adventi vásár területe is bővült, és sokkal több helyen van valamilyen adventi karácsonyi fény, de látszik, hogy van erre még igény. Tudni kell, hogy ezek nagyon keveset fogyasztanak, tehát alapvetően ez nem igazán pénzügyi kérdés. Megnézzük, hogy ott hogy lehet kitenni, illetve adott esetben hogy lehet, ugye a műemlékházak miatt ez nem mindig annyira egyszerű kifeszíteni olyan kábelezést, amire fényeket lehet, láss például Oskola utca kihelyezni, úgyhogy ígérem a hölgynek, hogy bővítettük idén is abba az irányba, de meg fogjuk ezt nézni 2024 adventjében is. Köszönöm szépen. Hát én azt gondolom, itt műsorunk végezetéül, hogy megköszönöm az egész éves lehetőséget, hogy rendszeresen itt kérdezhették a nézőink, illetve a telefonos kérdéseket is, hiszen nagyon nagy erőfeszítésünk volt ebben, és jó volt a visszajelzés, hogy tényleg sokan betelefonálhattak, és köszönöm még egyszer, hogy itt volt, és hát talán nézőinknek azt elmondhatjuk, nem titok, hogy hagyományosan jelentkezünk majd az idei esztendőben is ünnepi év értékelővel december 25-én, akkor még több kérdésről is az egész évet áttekintő tematikával fogunk tudni majd jelentkezni. Én is köszönöm szépen az egész éves lehetőséget, hogy tényleg sokszor beszélgethettünk Fehérvárról, és láthatóan mindig van kérdés, mindig van észrevétel, mindig van probléma felvetés, nem elfelejtve ez a közös otthonunk, tehát a minden probléma felvetés az segítség ahhoz, hogy a város egyre szebb tudjon lenni, egyre élhetőbb tudjon lenni, közösen alakítjuk, hogy alakítsuk ezt közösen majd 2024-ben is.
Köszönöm szépen még egyszer, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket. Köztérrel legközelebb majd januárban jelentkezünk ilyen formában, és hát kövessék majd jövő héttől az ünnepi beszélgetés sorozatot is, ahol számos szakma képviselőjével jelentkezünk majd ünnepi évértékelő beszélgetésekkel. Köszönöm, hogy itt voltak, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.